Na, tök jó idő van végre. Folyton Pestre megyek minden hétvégén, úgyhogy most azt találtam ki, hogy megyek Egonba. Az még közelebb is van, mint Pest. Ott is vannak jó kis tájékok. Hát olyan idő van, hogy ebből még bármi lehet. Eső is, meg napsütés is. Hát ezt szeretem. Nem működik. Egy darab automata van, és az sem működik. Remélem nem fognak emiatt balhézni az ellenőrök. Tudom, meg a elég közel van, mehetnék akár bringával is, vagy hát, mert nagyon akarok még sétálva is tudnék menni, vagy kocsival. De se kocsival, se robogóval nem lehet, mert akkor nem lehetne iszogatni. Rollerrel is elmehetnék, vagy roller plusz vonat kombó, mint ahogy persze szoktam, hogy felviszem a rollert a vonatra, de Egon az annyira nem jól rollerezhető táj. Sok a lépcső, sok a macskakő, az emelkedés, lejtés. Úgyhogy maradok inkább annál, hogy vonattal be, sétálgatás, aztán vonattal vissza. Hát, hogyha lehet némi kritikám így a esztergomi vasútállomással kapcsolatban, nem nekem, mert én szeretek sétálni csak úgy nagy általánosságban, hogy elég messze van a belvárostól. Hát látni, hogy a bazilika milyen messze van. Innen a belváros legalább egy másfél-két kilométer, tehát annyit kell lesétálni az embernek ahhoz, hogy egyáltalán a belvárosba kezdhessen el sétálni. Mondom, nekem ez nem baj, mert 20-30 ezer lépésnek úgyis meg kell ma lenni. Csak úgy mondom. Nem tudom miért, de gyerekként ezt a kerektemplomot olyan brutálisan nagynak láttam, hogy sokkal nagyobbnak gondoltam, mint a bazilika. Pedig ez amúgy szerintem egy ilyen bazilika demo. Ha valaki betéved Egonba, akkor tudja, hogy mire számítson. Na, top 3 legjobb dolog Egonba. Nem más, mint a Dunapart. És persze Pesten is van Dunapart, ami úgymond szebben néz ki, mint az Egomi. Ellenben ez az Egomi Dunapart, ez sokkal személyesebb. Abból a szempontból, hogy itt ténylegesen le lehet jönni a partra, még a vízbe is akár be lehet menni, sőt, szerintem még aki nem undorodik a Duna víztől, még csobbanni is lehetne. Én már megtettem jó párszor, még a legnagyobb árvíz idején is. De itt lehet kacsázgatni, lehet iszogatni, nézni a naplementét. Úgyhogy igen, ennek így van meg a szépsége a Pestinek, meg amúgy. A sok fényekkel, meg minden egyébbel. Nem tudom miért, de vagyok kacsázás olyan csívül. És azért vannak itt bőven jó kacsakövek. Ó, például ez. Na, gyerünk. Bármikor találok egy iszonyatú kacsakövet, abból mindig az szokott lenni, hogy egyet nem kacsázik, mert a tét, hogy milyen jó. Hát jó, azért most ez nem volt. Tehát a tét megöl, hogy ilyen jó követ, nem szabad rosszul dobni, és bum, egyet se pattan. Direkt letöltöttem tök jó atmoszféra zenéket, hogy esti sétálgatásnál legyen mit hallgatnom. De nem akarom bekapcsolni egyelőre. Olyan jó, nem tudom, hogy a madarakat hallgatni. Hát az autókat, nem tudom. Még azt is, nem tudom, miért ilyen chilles hangulata van. De csak nézni a vizet, ahogy monotonon folyik. Meg nem tudom miért, de mindenféle ágak is folynak ott rajta. Ez így most hangulatos. Ez zene amúgy még tök jó háttérzene is lenne ezeknek a képsoroknak, de nem. Ez valóban megy ez a zene. Egyszerűen olyan sok erőt érzek magamba, hogy úgy érzem, egészen külföldig is el tudnék sétálni. Tulajdonképpen meg is teszem, mert itt van Szlovákia. Kész. Ez a határvonal volt Szlovákia. Ennyi. Most már külföldön vagyok. Elsétáltam külföldig.
Sőt, tudok olyat is, hogy két országban vagyok egyszerre. Az órámat Magyarországról átcsempésztem Szlovákiába. Ott megy valami irgalmatlan majáldás. Az a helyzet, hogy jó évvel ezelőtt elvesztettem a szép kártyámat, és így azóta lusta voltam újra csináltatni, pedig közben jött rá a pénz folyamatosan, és most olvastam, hogy megsarcolják. Május 31-ig, hogyha így halmozódik rajta a pénz, akkor ellopják a 30%-át annak, amit nem tudom, nem egy éve, hanem előtte kaptál. Úgyhogy rohadt érdem, most gyorsan el kell költeni az összes pénzt róla. Hát nem tudom, kajárdákat keresek. Hát, ha ott elfogadják. Na, ezt a helyet ki is próbálom. Igazából teljesen jó kis hely. Úgy telettem magam, hogy aster, hát most jön még csak a top 2, és ez a legnehezebb táj lesz, úgyhogy pont ezzel a kajakómás telehas állapottal. Top 2, kápolna. De a kápolna előzményeihez hozzátartozik, hogy oda föl is kell jutni, méghozzá a váron keresztül, ami úristen, hát most nem lesz könnyű dolog. Telehettem magam, és én fogadalomból mindig futva szoktam ilyen helyeken fölmenni. Hát ebből most hányás lenne szerintem, úgyhogy simán csak fölsétálok. Maga az a várfal séta elég feelinges. Érezni lehet a történelmet. Több száz évet. Ezek valós kardméretek lehetnek? Nem hiszem. William Wallace se használt volna ekkora pallost. Meg kibírná ezt el. Följöttem a top 2-es kápolnához, és egyáltalán nem az a pláne ebben az egészben, hogy hú, itt a kápolna, mert Egonban 50-szer menőbb templomok vannak ennél, hanem hogy hol van ez a kápolna. Ez a hely, ez a panoráma, ez valami olyan aurával bír. Tehát itt van ezek a régi kőpadok, amikről nem tudom, hogy hány évesek mondjuk a fa biztos nem annyira öreg, de ezek a kövek, ezek biztos, hogy több mint 100 vagy 200 évesek, és az ember ide leül, akkor olyan dolgokon gondolkodhat mondjuk, hogy ezen az időtlen padon hányan ültek már ilyen filozófálós szándékkal? Hány tinédzser szőtte nevetgélve itt az álmait, vagy hány öreg ember ült le itt számot vetni az addigi életéről? És hány olyan barom jött már ide, mint amilyen én vagyok, hogy ilyeneken gondolkozzon? Tehát ez a hely, ez a kápolna, ez olyan, hogy érzékszervekkel talán fel nem fogható, de izzik, sugárzik, mint az uránium. Valahogy nem csak a teret, hanem az időt is érzékelnénk így múltba meg jövőbe visszamenőleg. Hányféle időség, hányféle életkorú ember a múltban, vagy éppen a jövőben. Kik lesznek még itt, kik fognak még itt üldögélni? Úgyhogy ücsörögni itt, nézni a panorámát, akár zenével, valami jó kis city chill zenével, akár csak simán a város zajával és az autók pufogásával, mindkettő szerintem egyformán jó döntés. Na hát, még cicát is találtam itt. Cica! Ritka. Ritka aranyos egyfajta. Cucc, cucc. Mintha tudnák a cicák, hogy mikor kell előkóvályogni a bokor mögül. Nyak! Alagút, alagút, hú, amúgy ez is eléggé behúzós, behúz. És tudom, hogy sablonos, meg minden, de hát mi más lehetne a top 1, mint a bazilika. Egyszerűen szerintem monumentálisságban ez az épület, ez még az országházat is bealázza. Hát ez természetesen csak élőben jön át, és jó lenne, ha ki lenne az egész világítva. De nem baj, így is érzékelhető, hogy hú, itt valami brutálisat raktak össze. Belegondolok, hogy régi emberek annak idején kitalálták mindenféle technika, meg markolók előtti világban, hogy ha építsünk már egy ilyen olyan épületet, ami ekkora. Látszik az árnyékon, mekkora egy ember alak, csak egy ajtó. Kinek építették ezt kükloszoknak? De egy bennük volt, hogy hát miért ne? Hát ha már miért ne, legyen már ekkora. És megcsinálták, és mennyi munka lehetett benne, és mennyi lemondás. Na, azok igazán kemény emberek voltak, akik... Hát jó lehet, hogy akik elvállalták, azok mint művészek voltak, aztán talán a csicskarabszolgákkal megcsináltatták, de...
A végeredmény az rohadt jó lett. Vajon tudták az akkori munkások, hogy amit építenek, azok bizony több száz évvel későbbi jövőben is láthatók lesznek, és ez a tényező motiválta őket, hogy igen, maradandót alkotok, vagy simán csak meg akarták kapni aznapra a bérüket, esetleg a kevés ostorcsapást, és már futottak is haza dacosan. Itt van még a bazilika mögött is egy baromi jó kilátó. Hát nappal biztos jól néz neki, de így is azért a Dunára, Szlovákiára rálátni innen. Úgyhogy ez az a feeling. Ez a tér se néz ki amúgy rosszul. Na összességében azt kell mondanom, hogy Egon simán van ugyanakkor a flash, mint Budapest. Hát annyi különbséggel, hogy még Egomot egy nap alatt keresztül Kassulba lehet járni, addig Pestre 10 alkalom is kevés, úgyhogy nyilván oda fog többször menni az ember. És egy darab dolgot nem értek, hogy alig van ember az utcákon, pedig még csak 10 óra, 15 perc van. Nem azt mondom, hogy teljesen kiállt az utca, de úgy emlékszem, mintha egy tűzgés lenne még az én 10 éves koromból. Tehát 15 évvel ezelőtt még a kisebb városokban is hótnyüzsgés volt ilyenkor. Csomó kajáda nyitva volt hajnali 5-ig, meg ilyen lehetetlen időpontokig. Én is emlékszem, csomószor mentem egy hamburgerzőbe hajnali 2-3-kor, mert éppen nyitva volt. Hát mit talál az ember ilyenkor? 9-10-kor minden bezár. De mikor változott ez így meg? Nem figyeltem. Keverek magamnak egy kis Hubertus kombót, miközben a mosógép itt zúgolódik mellettem. Nem vagyok egy nagy alkohol iszogató, úgy 3-4 hetente egyszer, ha megiszok 3 deci Hubertus, de pont emiatt a ritkaság miatt, hogy nem milyen 3 deci, 3 felesnyi, tehát másfél deci Hubertust, pont emiatt a ritkaság miatt baromira szoktam érezni a pozitív hatását. Hát a negatív néha fejfájással meg ilyesmivel társul, de hát 3 hétnél sűrűbben azért nem is nagyon szabadna alkoholt inni az embernek, de így ritkásan szerintem belefér. Szépen öntögetem bele ebbe az időtlen üvegcsébe, amit mindig kimosok, mindig hazahozok és kimosok, de már lehet, hogy jó lenne lecserélgetni. És hát a Hubertus ez túl sok mindenne bekeverve nem jó, meg úgy önmagában se jó, de szerintem semmilyen alkohol nem jó. Tehát én nettó szenvedésből iszom ezeket, mármint ízre, mert hatásra azért nem rossz. De még a legrosszabb, vagy na, tehát a legrosszabbakon belül a legjobb, azt szerintem még a Hubertus méghozzá 7 uppal vagy Sprite-tal bekeverve. Hát nekem most 7 uppon van itthon, úgyhogy főtöltegettem nagyjából, de hát nem teljesen. Attól függ, hogy az ember milyen gyorsan húzza le, hogyha ezt a másfél deci Hubertust 7 uppal fölkeverve mondjuk lehúzom 20 perc alatt, akkor azért megcsap. De ha egy ilyen 2-3 órára elhúzom, akkor pont azon nagyon enyhén érzi az ember az alkoholos hatásokat, de az az enyheség az még pont arra jó, hogy maximális figyelem, maximális energiák. Úgyhogy ez a kis energia utánpótlék. Az a baj, hogy a itóka miatt muszáj táskát vinni, annyira nem szeretek táskával menni, mert szabadságomat korlátozza. Viszont, hogyha már vizek táskát, akkor már vihetek egyéb dolgokat is. Például esőkabátot, mert elég gyanús idő van, ki tudja mi lesz. De hát esőben is jó sétálni, úgyhogy annak is megvan a maga hangulata, főleg valami jó kis zenével a háttérben.